A református nagy templomban tartott ballagási istentiszteleten, nagy tiszteletű Koncz Tibor ige hirdetése után Földváriné Simon Ilona Anna igazgató és Nagy Jánosné osztályfőnök búcsúzott a végzősöktől. Az út, amelyet végig kell járnunk, hosszú és bonyolult. Sokszor tele van nehéz kitérőkkel. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelme van, mert minden út elveszett valahova. Márai Sándortól vett idézettel köszöntök minden kedves megjelentet. Külön köszöntelek benneteket, kedves vallagó diákok, életetek egyik meghatározó és megható alkalmával. Életünk minden fordulópontja egyszerre jelent örömöt és bánatot. Örömöt, hiszen az elvárásoknak megfelelően elvégeztétek az általános iskolát. Egyben bánat is, hiszen ezzel tanulói utatok leghosszabb szakasza lezárult. Ám az általános iskola befejezése csupán az élet kezdete. Tanáraitok szélesre tárták előttetek a tudás kapuját. Méltó emberi életre igyekeztek nevelni benneteket, amelyet csak hitben és szép emberi kapcsolatokban lehet továbbvinni és megőrizni. Valamennyien református iskolák diákjai voltatok. Ez a tény a magyarországi reformátusság körében rangot, elismerést jelentett, és jelent ma is. Az alma mater jó mester volt az úton, egyben iránytű is, akárcsak a mécses, pislákoló lángja a sötétben. Az ünnepi műsorban közreműködtek az iskola diákjai és tanárai. A sport és tanulmányi munkában kiváló eredményeket elért nyolcadikosoknak nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes és Földváriné Simon Ilona Anna adta át az Alma Mater díjakat, a református iskolánkért emlékplaketteket és a jutalomkönyveket. A fenntartó Karcagi Református Egyházközség gyülekezetéhez tartozó család adományából két végzős diák kapott középiskolai tanulmányaihoz 100-100 ezer forint pénzadományt. A Karcagváros önkormányzata által alapított Jó Tanuló, Jó Sportoló díjat Szepesi Tibor polgármestertől Márki Lídia vehette át. A kiváló sportoló díjat Orosz István testnevelő Temesvári Tamásnak adta át.